Welcome to Tatabánya. Tatabánya. Székesfehérváron járt Willy Gewehrz, amerikai tartalomgyártó. Willy először 2016-ban látogatott Magyarországra, amikor is olyannyira megszerette kultúránkat, hogy 2018-ban tovább folytatta felfedező útját kis hazánkban. Akkor ismerte meg a feleségét, ennek köszönhetően pedig végleg az országba költözött. Willy korábban már próbálkozott videózással, de a Covid ideje alatt kezdett el komolyabban is foglalkozni a tartalomgyártással, amelynek során főleg Magyarország rejtett kincseit célozta meg. Nagyon érdekel nekem a történelem és a kultúra és a gasztronómia, és ezért azt hiszem az emberek tetszik ezeket a videókat, mert jó, hogy lehet megnézni az országi dolgok, nem csak történelem, nem csak kultúra, nem csak gasztronómia, de minden ország, a söröző, a kocsma, a pékség, a cukrászda, és nem a kaja dolog is, de csak mindenhol mentem a Magyarországon, és nagyon jó nekem, és azt hiszem az emberek is tetszik. Willy legutóbb Székesfehérváron forgatott, ahol korábban már járt egyszer, ám akkor nem tudta olyan mélyrehatóan tanulmányozni a város kulturális életét, mint most. A tartalomgyártó a Borivárnál, a Rózsaligetben és a belvárosban, így az ország almánál is forgatott. Kutatok a 12. kor, és jó volt, mert ott azt mondta a Romked mellette, 12. kor reconstruction vizuális, és ezért Kunves Kalman, második Béla, Boris, Ufémia, kisfiú, és próbált, nem fontos most, de nagyon érdekes nekem, mert itt a Fehérváron lehet megnézni sok dolgok, hogy én megkutattam. Willy Gewehrz a közeljövőben újra el szeretne látogatni Székesfehérvárra, a városról készült beszámolóját pedig hamarosan mindenki megtekintheti YouTube csatornáján.